A betondzsungel ösvényein. The past that rolled, nest the chest to canest. Üdvözlöm Önöket! Mai adásunkban a betondzsungel futóegyedeit vizsgáljuk meg közelebbről. Itt a Duna folyó által határolt szigeten a futók populációja mindig nagy számban képviselteti magát. Azért, hogy jelenlétemmel ne zavarjam vándorlásukat, ezzel az eszközzel álcázom magam. Emögött a bokor mögött húzódik a futókösvénye. Nem tudjuk, hogy reagálnak az idegenekre, ezért először innen, ebből a távolságból figyeljük meg őket. Igen, szeridnek tűnnek. Most megpróbálunk egyel közelebb kerülni hozzájuk. Álcám beválhatott, mert jelenlétem nem zavarja őket. Jól látható, hogy vándorlásuk egy irányú. Bizonyos egyedek mégis ellenkező irányba futnak. Ez teljesen ellentmond eddigi feltételezéseinknek. Nyomukban puha a talaj. Ezt nagyon szeretik. Ez lehet az oka annak is, hogy a sziget belsejében csak elvétve fordulnak elő futóegyedek. Ez az egyed is szemmel láthatóan nagyon élvezi a puha ösvényt. Nézzék, milyen könnyedén szökelve halad előre. Egy nagyon ritka jelenségnek lehetünk szemtanúi. Itt, ezen a kis tisztáson egy hármas rituális párbaj zajlik. A férfi egyedek különös lábmozdulatokkal versenyeznek egymással. A nő egyed egyelőre nem mutatkozik. Nesters! Ha jól látom, rátaláltunk a nőegyedre is. Korábban ráijesztettem, ezért most megpróbálom kiengesztelni. Takarodj már, picsa, majd hívom a rendőrséget, a para! Ma megpróbáltunk minél közelebb férkőzni a futók csoportjához, és zárkozott természetük ellenére mégis sokat tanulhattunk róluk. Például, hogy a puhát szeretik. Vannak, akik ellenkező irányba vándorolnak. A rituális táncuk lenyűgöző. A női egyedek visszahúzódóak. See you then, and Proust, Nost to Poo-Poo. Bye-bye. All the stuff behind, all the dress is very, very comfortable and just test to the brew.